kialakult a Bajnokok Ligája legjobb 8 csapatának mezőnye. 3 angol és 3 spanyol csapat mellett a Benfica és a Bayern München jutott a negyed döntőbe. Minden olasz és francia csapat kiesett. A PSG annak ellenére, hogy Messit is a soraiban tudja. Az argentin zseni örök rivális a Ronaldo és az általa vezetett Manchester United pedig az Atletico Madriddal szemben. Tudod, az a durva, hogy ez a Ronaldo-Messi korszak, ez most már lassan kifújt, tehát most már mögöttünk van, de ez a spanyol-angol dominancia, ez nem akar véget érni, tehát hogy ez egy ilyen pokoli rossz álom, ami örökké fog tartani. Abszolút, hát szerintem mindez. Tehát én nyilván sportrészhez rettetesen limitáltan tudok hozzászólni ennek a dolgnak, de az arra biztosan jó analógia a modern futball. Képes megmutatni azt, hogy hogyan működik a globális kapitalizmus, és a piac láthatatlan keze, hogyan öli meg a versenyt, és hogyan nem teremt versenyt, ahogy ezt szokták hivatkozni a modern közgazdászok, hogy a kapitalizmus az egyre élesebb versenyt, és egyre jobb és élvezetesebb futballt képes majd szállítani nekünk, ahol az ügyesebb, az okosabb és az erősebb mindig ére fog törni, és fifikás, ügyes és okos csapatok le fognak győzni gazdag klubokat. Ehelyett természetesen a pénz ledominálja ezt az egészet, és ez a fajta pénzdominancia ez rettetesen egysikúvá fogja tenni ezt a sportot is. Tehát közgazdasági társas játék akkor születne ebből, ha ott a zöld gyepen ők azzal a labdával kereskednének. Hát ehelyett játékosokkal és klubokkal. Amiről beszélnek, az a sportmenedzsmentnek a területén érvényes. Tehát azért az adom veszem a játékosokat, az nyilvánvalóan egy gazdasági taktikai küzdelem. De csak nem kérnek pénzt a fűnyírásért a védők, amíg a csapatuk támad a másik oldalon, addig én nem látom át, hogy ez hogy alakul kapitalizássá a füvön. Hát ez úgy alakul, hogy ugye ha neked több pénzed van, akkor jobb játékosokat, bírókat, edzőket, jobb a VAR vonalát is jobb irányba tudod állítani, ha éppen arról van szó, a leshatár vonalát például egy könyököt, az például tök jól hirtelen lesnek fog látni, meg orrot, vagy mi volt a szalának, milyen volt az orra, vagy mindegy, valami ilyesmi, szemöldöket, az például tök eltalálja a VAR éppen lesnek, meg ilyeneket hoz a pénz, és ez egészen pontosan lemérhető lesz majd rugott gólokban, meg szerzett pontoknak a számába, és még azért is jó ez az analógia, mert természetesen ahogyan a megvalósult kapitalizmus, ez is tele van, hogy mondjam ezt, hát ilyen szabálytorzító, vagy játéktorzító faktorral, mint például egy kis háborús pénzmosás, egy kis emberi nyomorúság által szerzett olajkincsek pénzmosása, egy kis innen-onnan szerzett vagyon, ezek jelentős faktorok a futballban, és ezek meg is hálálják a maguk emberi kínnal okozott tőkéjét a maguk góljaiban és szerzett pontszámaiban. Én azért nem tudom, hogy helyes-e a kapitalizmus analógia, mert valójában én azt látom, hogy a futball az teljesen elszakadt mindenfajta gazdasági racionalitástól. Tehát a futball az már nagyon-nagyon régóta, lehet, hogy egyébként mindig is így volt, gazdag embereknek a játszótere, ahol körülbelül az zajlik, mint ami a diszkóba a BMW meg a Mercedes pulcsokkal, csak nyilván vannak olyan gazdag emberek, akik már nem a Maseratival, meg nem a Rolls-Royce-szal folytatják a péniszméregetést, hanem azt mondják, hogy nekem van egy Messim, nekem van egy Ronaldom, nekem van egy 50 000-es stadionom. Szerintem elképesztően jó, amit mondasz. Nem tudom, hogy szerintem, amikor ennyire objektív vagy. Erről vagyok híres. A Talebnek a Fekete Hattyú címkönyve, nem tudom mennyire van meg neked. Ugye a Taleb ugyanaz, mint a film? Nem. A Taleb az egyik legnagyobb tőzsdei befektető, egyik legnagyobb tőzsdei játékos, és neki most nagyon-nagyon-nagyon elnézést kérve az összes közgazdász hallgatóktól, szóval nagyon primitíven lefordítva az ő érvelésének egy részét, a valódi piaci mozgások egy jelentős része
arra mitológiára épül, hogy itt valamilyen nagyon jól kialakított szabályrendszer, valamilyen jól bejósolható statisztika mentén, vagy jól formalizálható, racionális szabályok mentén osztja majd el egymás között az erőforrásokat, kb. Azt, ahogy az előbb említetted, hogy racionális szabályok mentén építkeznek csapatok, és racionális döntéseket próbálnak hozni. A Taleb ellenállítása az az, hogy ezzel szemben a legnagyobb hatást azt egészen furcsa fekete hattyúk okozzák, egészen furcsa irracionális szabályok, mitológiai, emocionális, érzelmi szabályok, amelyek képesek alapjaiban... Viselkedések inkább, mint szabályok, mert ha szabályok lennének, akkor az racionális. Hát pontos jelenségek. Maradjunk abban, hogy jelenségek, amelyek még nem ismerjük a szabályait, de úgy ezek okozzák ezeket. Például ugye ilyen volt a 2008-as válság, hogy teljesen irracionális dolog történt, elképesztő a rossz értékű ingatlan hiteleket értékeltek nagyon magas értékre. A mögötte lévő mini emberi motivációk, tehát hogy ezért emberek nagyon sok jutalékot vittek haza, és nagyon szép házakat építettek, az nyilván érthető, meg levezethető. Maga ennek a piaci mozgásnak a természete, a működés az egy fekete hattyú jelenség. Visszafordítva ezt a focira, igenis egy egyedi emberi ambíciói mondjuk egy klub tulajdonosnak, hogy ő mindenképp szeretné a Messit, ugye? Az pontosan valahogy így működik. Hogy le tudjuk fordítani, megértjük, hogy az nagy presztízs bevásárolni egy Messit, meg egy Neymart, meg felépíteni egy ilyen szuper Ferrarit, még akkor is, hogyha mindenki, aki foci meccset látott már, és az illető közelében van, az elmondja, hogy ennek semmi sportszakmai értelme nincsen, de mégis ezek a pszichés faktorok, ezek ilyen irracionális működéseket hoznak, és ez azért fontos nekem, mint gondolat, mert szerintem tök jól éppen a megvalósult kapitalizmus most természetét mutatja be, ami egyáltalán nem racionális, egyáltalán nem igazságos, egyáltalán nem meritokratikus, és tele van egy csomó emberi önzéssel, ostobassággal, amelyek néha nagyobb faktorokat tudnak hozni, mint a racionalitás, amire megint csak van példa, mert olyan csapatok, mint a Liverpool, ahol nagyon komoly adatelemzésekkel és nagyon komoly matematikai modellezésekkel választják ki a játékosok edzésmunkáját, vagy az igazolandóni kivált játékos, ezeket jutalmazta a rendszer. Tehát a Liverpool a maga felső-közép csapatos létéből egy nagyon komoly minőségi ugrást tudott elérni, szerintem elsősorban meritokratikus lépések hatására. Tehát igenis beigazolta a piac azt, hogy ez egy érdemes stratégia, de azt is mellé rakta, hogy emellett nyilván egy Manchester City dominanciáját, ami elsősorban egy pénzalapú dominancia, ezt nem lehet így megtörni. Jó, azért a Citynél van szakmai munka. Tehát, azt kétségtelen, azt nem szeretném elvenni. Nem szeretném elvenni. Germán, igen, tehát én nem tudom, tehát azt gondolom egyébként, hogyha tényleg ennyire emocionális lenne a döntéshozatal a nagyvállalati szektorba, azért nem tudnának Apple-ök, meg Google-ök, meg Facebook-ok épülni. Tehát, a Facebook álljunk meg, mit csinált a Facebook utoljára most? Metaverzumot? Aha, és az mennyire tűnik racionálisnak? Ja, az sem ennyire. Oké. Okay. Mit csinált az Elon Musk utoljára? Nem tudom. Kihívta bunyozni a Putyint. Oké, okay. Előtte megcsinálta a föld alatti Hyperloopot, meg a többi eszetlen, szakmaiatlan, teljesen sehova nem tartó fejlesztését, ami mögött semmilyen fedezet nincsen, és technológiai tartalom se sok. Igen, a modern kapitalizmus meglehetősen irracionális döntésekkel van tele. Igen, van benne logika. És ezeket az ötleteket a befektetők telepakolják érdeklődéssel. Egyébként most kicsit visszatérve a focira, tudod, mi a megfigyelésem, mert beszéltük, hogy mindannyian kezdjük elveszíteni a foci iránti érdeklődésünket, meg szenvedélyünket, hogy valamilyen a 40-eseknek az ilyen kapuzárási pánikjához kapcsolódóan gondolom én, hogy én azt figyeltem meg a focival, hogy a játék az így átalakult, hogy az egész olyan lett, mint egy jéghoki meccs, hogy így van 2x11 terminátor, azok állnak szembe egymással a pályával, és így gyömöszölik előre a labdát, így
iszonyatos erőket, meg iszonyatos futómennyiségeket leművelnek, majd, hogyha valahogy sikerül a támadó harmadba bevinni a labdát, akkor berúgják a 16-oson belőle, és hogyha szerencse, akkor gól, ha nincs, vagy 11-es, vagy valami, ha nincs szerencse, akkor nem gól, és akkor nem történik semmi. Tehát, hogy a futball az lebutult a jégkorongnak a szintjére szinte. Legalább. Hiányoznak a jó kis 15 évvel ezelőtti vérunalmas Liverpool West Ham 0-0 nekem kétségtelenül hiányoznak. De azok életszerűek voltak, meg hibákkal volt tele, tehát nem az történt, hogy itt tényleg itt már szinte nem látott hibázni a játékosokat. Tehát az a hiba, hogy valakinek, mit tudom én, már a passzsávja nincsen, le van zárva, mert valaki nem futott fel, és hazafelé kell passzolni, és akkor gyorsan ráront 5-6 ember, és elveszik tőle a labdát. Tehát, hogy az egész az egy ilyen mechanikus, ilyen robotjáték lett. Tehát, hogy régen voltak a tottik, akik így voltak a tízesek, akik megfordítják a meccset a csodálatos passzaikkal, meg ilyesmi. Eltűnt ez a poszta a modern játékból, mert egész egyszerűen az ilyen játékos szétrúgják, és levédekezik. Hát a 10-es meg a 8-as tűnt el a két legromantikusabb poszt gyakorlatilag, vagy tehát, hogy ez az ingen, most lehet, hogy nem tudom, de az én generációknak nagy futball szeretetének nagy hősei ezek a klasszikus középpályás, ez a fajta művészi szemlélet a futballban, tudod, tehát amikor ezt a Nick Hornby írja le csodálatosan, amikor olyan jelzőkkel illetsz egy játékost, amikkel klasszikusan írót szoknál, hogy szóval jól lát, meg okos meglátásai vannak, érted? Ez a fajta rész, amivel klasszikusan a jó középpályásokat tudtuk csodálni, és akkor így lehetett rettetesen gyönyörködni abba az elképesztő tér logikába, ahogyan meglátta ezeket a passzokat. Hát nyilván ez a fajta romantika az a egyre industrializálódó fociba egyre kevésé. És egyébként emiatt én nem szeretem a Messit, mint figurát, de mint játékos, még tényleg egy ilyen utolsó romantikus gyermeke egy kornak, ami letűnik, és a helyén vele egy időben megjelenő Ronaldo, meg a prototípusa ennek a brutális gépezetnek, aki tökéletes izomzata, tökéletes gyorsulása, tökéletes rugó technikája van, csak már nincsen benne lélek meg finesz, nem? Engem az háborít fel elsősorban, hogy amin bosszankodom mostanában, hogy az UEFA eltörölte az idegenben lőtt gól szabályát, és ez árulkodik valamiről, ami, mert nyilván nem ettől szerettük a focit. De valamit elárul, valamit elmond arról, hogy hogyan tekint ma az UEFA a labdarúgásra, meg hogyan tekintett mondjuk 50 éve, vagy 60 éve, amikor kitalálták ezt a szabályt. És ezt a szabályt valójában azért találták ki, annak a szellemében, hogyha egy mód van rá, kerüljük el a 11-es rúgásokat. És miért törölték el? Pont azért, mert ezt gondolták újra. Ha egy mód van rá, ne kerüljük el a 11-es rúgásokat. Miért akarták annak idején elkerülni a 11-es rúgásokat? Mert a 11-es rúgások annak szórakoztatóak, akik utálják a focit. Nem szeretik a focit, aki szereti a focit, azt irritálják a 11-es rúgások, mert irritálja, hogy ezt a borzasztó komplex játékot, ami rengeteg összetevőn dől el, végül az idegek döntsék el. Nem csak a képességek, hanem az idegek. Pontosan jól tudjuk, hogy 10 esetből 3-szor vagy 4-szer a harmadik kerületi tévéje megveri a Real Madridot 11-es rugásokkal. Tehát nem a labdarúgó tudásról szól a 11-es rugások. Csak hogy pont arról van szó, hogy akik nem szeretik a futballt, a nők, meg az egyszeri foci nézők imádják a 11-eseket, ez sokkal átélhetőbb ezáltal a meccs, tehát valóban egy olyan, mintha egy orosz rulettet néznél, és akkor na, most fejbe lövi-e magát, vagy sem, ez egy élmény azoknak, akik nem szeretik a focit, és hogy valójában az UEFA most már elsősorban azokat akarja kiszolgálni, akik nem szurkolók, hanem rajongók, akik elsősorban adrenalin élményre vágynak a futballtól. Lehet, hogy közelebbi közönséghez húz, úgy, ahogy mondjuk egy zenekar megfutja a nagy színpados éveit, és aztán maradnak azok a klubkoncertek ugyanazokkal a látogatókkal. Azért azt hiszem, hogy ahogy a média felaprózódott óriási
kereskedelmi csatorna kínálatra, meg ugye már a saját gyártású online kontentekre, úgy felaprózta a sportcsatornákat is, elképesztő kínálat van, és akkor nem csak olyan dolgok jöttek be a népszerűségbe, vagy a figyelem középpontjába, mint a póker, hanem azért a focit valamennyire fenyegető labdajátékok, mint mondjuk a komplett NBA bajnokság, amit végignézhetsz, vagy az NFL. Ennek ellenére még mindig világméretben az UEFA döntőt kétszer annyian, vagy két és félszer annyian nézik meg, mint a Super Bowl-t. Persze. Ugyanakkor a Super Bowl kétszer akkora bevétel termel a broadcast licencdíjakból. Minden esetre felaprózódott a közönség, tehát ha lehet curlinget nézni, az valahol legalább mínusz egy foci néző. Igen, csak ez szerintem az én számomra ez nem érdekes. A futball sorsáról nem tudok úgy gondolkodni, hogy mi fog tetszeni a jövő nézőjének. Én értem, aki ezen gondolkodik, és tök legitim, de engem ez nem tud érdekelni. Azt gondolom, a futballnak megvan a maga belső esztétikai logikája, ahogy az érdekes, és azt fogom keresni, hogy hogyan lehetne jobbá tenni. Nekem, én először is a pénzfeldobásos korszakot egyébként a 11-esek helyett a továbbjutások eldöntésekor bizonyos értelemben jobbnak tartottam, mint a 11-est, teljesen egyértelművel és nyíltá tette azt a dolgot, hogy mostantól a szerencse dönt adott esetben, meg a göröngy, amin ugye megfordult az érme, és továbbjutást tudott jelenteni, mindegy. Tehát, hogy szerintem tisztábbá tette egy helyzetet. Szerintem a legnagyobb probléma, és a Robinak szerintem teljesen igaza van, azáltal, hogy egy áll színházi helyzetet teremt egy olyan történetben, ami erre nem igazán alkalmas, a futballban sokkal több színház és dráma van egyébként is a 11-est leszámítva, csak más típusú szemmel kell nézni ezt a fajta drámát, meg ezt a fajta mozgásszínházat, mert valójában a futball az mozgásszínház. Nekem az a problémám, hogy dramaturgiailag retteltesen elrontott dolog a gyakori 11-es ugás. A futballban nagyon fontos az idő. Ez egy elképesztően fontos fogalom. Az egész foci egyik legkulcsabb fogalma az idő. Kevés olyan sport van, ahol az időnek ekkora jelentősége van, a 90 perccel minden percnek tonnányi jelentősége tud lenni, néha 90 perc retteltesen unalmas, néha 90 perc kitűnik el egy pillanat, stb. Az időbeliségben az, hogy hány 11-est látsz a csapatottól, mondjuk egy szezonon belül, az nagyon, nagyon nem mindegy. Ha 11-es ugás egy nagyon kivételes pillanat, amiből egy szezonban összesen van kettőben részed, valami nagyon sorsdöntő dolognak az eldöntésében, akkor annak óriási értéke van. Ha ez egy folyamatosan bevett gyakorlat, akkor ennek nulla darab drámai hatása nem lesz. Egyszerűen ez a drámai trükk, amivel akarnak élni, ez semmit nem ér.